Megválasztották Miskolc Holding 4 tagvállalatának vezetőjét. A MIHÜ vezetője márciustól Kórózs András, aki 2004 és 2010 között már vezette a MIHÜ Kft-t, és ő irányítja a miskolci geotermikus hőtermelői rendszer üzemeltetését. A Miskolci Városgazda vezetője Osváth Zoltán, aki több újítást vezetett be a város üzemeltetési feladatok ellátásában, a Miskolci Városgazda Kft-t nyereségesen működtette. A Mirencek Miskolc Rendjért vagyonvédelmi Kft. Vezetője Német Judit lett, aki a MIVIZ-nél, a Miskolc Holding ZRT-nél szerzett vezetői tapasztalatokat. Az MVK élén Demeter Péter maradt. A Miskolc Holding további 3 tagvállalatának első emberét néhány nap múlva választja ki az igazgatóság. Hazatért a Miskolci Kocsonya Fesztivál. Hazánk egyik legnagyobb téli fesztiválját 7 év után újra a Miskolci Kocsonya legendájára építve rendezik meg. A 3 napos forgatag fergeteges nyitóparádéval kezdődött el. A békák, gólyalábasok, lovagok és táncosok felvonulására több százan voltak kíváncsiak. Ez itt ismételten az eredeti hamisítatlan Miskolci Kocsonya Fesztivál! Gólyalábosok, vitézek és békák vették be a főutcát. Fergeteges nyitóparádéval kezdődött meg a Miskolci Kocsonya Fesztivál. El szoktunk jönni, pláne ez a megnyitó ünnepség nagyon-nagyon tetszik nekünk. A mazsorettek, a zenekar, minden, úgyhogy most nagyon szuperül meg van oldva, úgy látjuk. Harcos! Előre! A Johannita lovagrend is harcra készen állt, mögöttük pedig egy-egy színes népdalcsokor is felcsendült. Egy csapat táncoslábú béka is megmutatta tudását, idén ugyanis minden a Miskolci Kocsonya legendájára épül. A látogatók közül volt, aki saját békát is hozott. Ezt direkt hoztam. Ez az én kabalám már évek óta. Otthonról hoztam. Igen, persze. Évek óta, igen. A fejemre szoktam tenni, csak most még meleg van. Úgy gondoljuk, hogy ez a városnak az egyik legnagyobb rendezvénye, és mi boldogan jöttünk felvonulni. Mert úgy gondoljuk, hogy ebben a városunkat gazdagítjuk, ha többen jövünk el. A felvonulás a villanyrendőrig haladt, ahol a parádés hangulat tovább folytatódott. Egy legendára épült ez a fesztivál, és a legendák hidat képeznek a múltunk és a jövőnk között. Rózsa Edit alapító tulajdonos szerint a miskolciaknak is köszönhető, hogy 7 év után újra a legendára épülő fesztivált rendezhetik meg. A hivatalos megnyitón Miskolc polgármestere is köszöntötte a látogatókat. Látva ezt a sok-sok embert, önöket itt, büszkeség számomra, hogy Miskolc közössége valóban közösség. Miskolc büszke tud lenni újra arra, hogy vannak hagyományai, hogy újra teremtjük a régi hagyományokat, hogy a régi értékeket megerősítjük. Vasárnapig több tucat koncert is téli finomság, valamint a helyi hagyományokra épülő programok sora várja a Miskolci Kocsonya Fesztiválra látogatókat.